Sziasztok, ez a Szurkolók, az Átakért harmadik YouTube adása. Igen, próbáljuk bemutatni most a alcsoportjainkat, és az első ilyen vendégünk itt a Szurkolós irodába, az pedig Roli, ő pedig a Komárom és környékét erősíti, illetve ugye tényleg nagyon jó és nagyon sok munkát végeznek azon a környéken. Sziasztok! Hogy indult nálatok ez az egész? Hogy kerültél be ebbe a közegbe, ebbe a társaságba? Hát 2018 áprilisában indult ez a Komárom és környéke csoport. Akkor még eléggé kezdődleges létszámmal, ugye a Ricsiék lementek, ha jól emlékszem, Bábolnára, és volt ott egy pár srác, és ők alapították ezt az egészet, és aztán szépen felduzzadtunk így 2020 végére, jelenleg 22-en vagyunk, és még 4 fő az, aki most vár arra, hogy belépjen hozzánk, és segítsen, támogasson bennünket. És mivel... És akkor olyan július környékén, augusztus környékén indultam, jöttem én, és aztán december, januártól meg viszem is a csapatot tovább. Bocsánat, hogy szabad vágok, azért az is egy friss hír, hogy a Roliék egy pár napja megkapták azt a lehetőséget, hogy egy önálló alapítványként fognak működni, és ez is egy óriási segítség, mert én mindig azt mondom, hogy egy brigád vagyunk, de le kell bontani az egész csapatot megyei szintre, és például aki abban a megyében van, és támogatni szeretné, mint cég az állatvédelmet, akkor azt a csapatot támogassa, és ezáltal így, hogy most már Roliék alapítványként működnek, sokkal átláthatóbb mondjuk egy olyan cégnek a támogatása a szurkolók felé, és így, hogy mondjam, így végül a Roliékre is rásik egy kis felelősség, bár tényleg felelősen csinálnak mindent, de így még jobban tudják érezni ezt az egészet, amit mi csinálunk itt Pesten, ugye ez a fő oldal, vagy főcsoport, hogy mit csinál, és mondom, ez is egy óriási lehetőség lesz a komáromi szurkolóknak, hogy itt mind anyagilag, vagy akár mind önkormányzatok is be tudnak segíteni, és egyre több megkeresés van számukra. Így van, hát ez annyira friss hír, hogy tegnap kaptuk készhez a határozatot, hogy a tatabányai ügyészség ugye jóvá hagyta, vagy elbírálta ezt a mi kérelmünket, és akkor innentől fogva most már alapítványként fogunk működni. Egyetlen egy hátrány volt, hogy a város név nem lehet az alapítványba, így ugyanazok leszünk, csak az alapítványi név fog változni, hogy Szurkolók az állatokért Gerecse és környéke lesz a Komárom helyett. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a komáromi polgármesterrel, viszont elnézést, őnekik kikötésük volt, hogy csak olyan alapítványnak adják a városnevet, akik ott aktívan tevékenykednek Komáromba és közfeladatokat látnak el. Valahol mi is azt csináljuk. Ezért nem értem, hogy miért nem használhatjátok a városnevet, hiszen amit a polgármester kért, ti tulajdonképpen azt csináljátok. Azt is csináljuk, igen, viszont megyei szervezet vagyunk. Tehát próbálunk Komárom-Esztergom megyébe mindenhova eljutni. Hát ez sikerül is, mert nagyon-nagyon kevés olyan nagyobb település van, város, ahol még nem voltunk, ahol sajnos nem kellett ügyeket intézni. Hál' Istennek egyre szélesebb körben tudunk ott is tudjuk magunkat is megismertetni. Ez az év az nem sikerült annyira jól a rendezvények szempontjából, mentésen szempontjából igen. Tényleg több nyakas kutyánk volt, Vérteskethelyről, Tatabaj településről, Bábolnáról hoztunk kutyát, Kisbérről hoztunk kutyát, Tatabányán több esetben, Tatabányán belefutottunk egy kőkemény szaporítóba, ő ellene most elég jó kis eljárás van, tehát ő most már ott tart, hogy az ügyészség, hát én úgy tudom, hogy most már őt elítélte állatkínzásért, nyilván ez még nem jogerős. A ügyészség vádat emelte ellene állatkínzásért. El is ítélték, csak végre nem emelkedett jogerőre. Okay. Lehet, hogy ugyanazt mondjuk, csak így értem. Ebből azt hiszem, így értem. Hát ennek ellenére ő visszatámadott, és akkor most megvádolt bennünket ilyen Tesco parkolóba árult 17 tacskókutyával, ami nem is 17, majd 11 lett. Szóval próbálkozik minden magánlaksértésért feljelentett bennünket a rendőrségen, holott igazából ezt el sem követtük. Kamerás felvételi vannak róla, ezt voltunk is kihallgatáson a rendőrségen, megnéztük. Igazából semmi nem látszik a felvételen, mondom, ez egy frankó kis birtok neki. És most próbál bennünket mindenhol sarazni, ahol él. Meglátjuk, mi lesz a vége. Szerintem, ha
már ilyen szintig eljutott, akkor neki ez meg is fog állni, és nem fogunk itt megállni vele szembe, mert ugyanis az állattartás tiltását meg fogjuk érni ellene. Tehát ő készülhet ezzel ellen még, hogy... Ha már mentésnél tartunk, mi volt az év legkeményebb, legmelegebb sztoria? Hát mindenképpen kiemelném a Tatabánya dűlőt. Tatabánya dűlő, ez egy nagyon érdekes hely, ugyanis Tatabánya és Vértesszőlős között fekszik. Ilyen mindenféle szeretvedett épületek vannak, amiket ott összebírnak hordani a jónépek, és bullok, stafik, pitek, mindenféle kutya láncon, és volt két kutyusunk, aki nagyon-nagyon rossz bőrbe volt, két bull, és szinte kiírtunk egy segítségkérő posztot, ezt 2000-en osztották meg, tehát ilyen 390 ezer emberhez jutott el, és a szukára egyből volt is egy befogadó, ő azonnal örökbe is szerette volna fogadni. Egy másik sztafi mellé 4 napra rá a panziós, ahova vittük, fölajánlotta, hogy plusz egy hetet megtolnak, mert volt egy adományozó, aki egy hetet kifizetett, az állatorvosunk ingyen ivartalanította, és így épült föl. Tehát ez az egyik, amit ki tudnék emelni. Illetve most volt nemrég egy komáromi állatkínzásos eset, illetve 2, mert elkezdtünk egy ügyet, ott egy halott kutya volt, éhen halt, és még végem is végeztünk az ügyel, már a rendőrség kérte a segítségünket egy másik ügyhöz, amiben 18 kiskutya volt bezsúfolva egy buszba. Milyen a kapcsolatotok a rendőrséggel? Mert itt az előző adásokban már elmondtuk, hogy a szurkolók és a rendőrség között, a szurkolók, az konkrétan most nem a szurkolók az állatokért gondolok, hanem a futball szurkolók vagy egyéb más sport szurkolók soha nem voltak és nem is lesznek jóban a rendőrökkel. Tudják ők is. Ez így egy speciális eset, hogy ti, mint állatvédők, milyen a kapcsolatotok ott a megyében? Egyre jobb. Tehát van olyan rendőr, aki tényleg azt mondja, hogy srácok, én követlek benneteket, ne balhézzatok sokat, ennek azért valamilyen szinten próbálunk is eleget tenni, tehát nem nagyon vagdosunk pofán senkit így hirtelen, pedig lehet néha kéne. Volt olyan rendőr, amikor egy eset kapcsán be kellett menni, ő konkrétan megmondta, hogy utál bennünket, azt is elmondta, hogy ő nem is érti, hogy mi mit bóklászunk ilyen területeken, meg miért nem a gyerekeket. Hát a gyerekeket is, meg az embereket is támogatjuk. Ennek is megvan a miértje, megvan a módja, meg az ideje. Azt gondolom, hogy ha erre tettük föl az életünket, meg erre tettük föl a családi békét, a szabadidőnket, akkor hadd döntsük már el, hogy mit csinálunk. Meg is értette, utána azért kicsit visszavett a hölgy. De jó, tehát a járőrök, azok, akik kiérkeznek a helyszínre, ők mindig nagyon korrektül álltak hozzánk. Dorogon meghívtak bennünket kávézni a rendőrség épületére, és mondtuk, hogy de azért mi annyira nem vagyunk barátok, tehát azt azért tudjuk, hogy annyira nem szeretjük egymást, és jót nevettünk ezen. Ez tavaly karácsonyi sztori, ott is egy bull. Mik a jövőre nézve a terveitek? Hát most, hogy így megvan az alapítvány, szeretnénk még jobban megismertetni magunkat a megyébe. Próbálunk azért kilépni a szűk komfortzónából, minden évben megpróbálunk valakinek valahol segíteni. Idén sem lesz ez másképp, idén a Kömlődre fogunk menni egy gyermekotthonba, ott sérült gyerekek vannak, egy 30 gyermek van, viszünk nekik fenyőfát, viszünk nekik ajándékokat, van egy alapítvány, aki besegít nekünk ebbe, akik megrendelték nekik a kültéri játékokat, és lesz egy kutyás bemutató, az a Forte Kutyaiskola jóvoltából ő szervezésükbe. És aztán jövőre elkezdjük még szélesebb körbe, mindenféleképpen, amit a Ricsi is mondott, elmegyünk cégekhez, megkeresünk cégeket, hál' Istennek Komárom-Esztergom megyében nagyon-nagyon jók az ipari parkok, nagyon nagy cégek vannak ott, meglátjuk, mit tudunk kihozni ebből. Szeretnénk még jobb kapcsolatot ápolni a megyei szervezetekkel, a megyei menhelyekkel. Én azt gondolom, hogy egy nagyon, ez az év ebből is egy kiemelkedő volt, mert azért 3 olyan menhely van Komárom-Esztergom megyében, ami számottevő, és ebből 2-vel már felvettük a kapcsolatot, sőt segítettünk kölcsönösen, azt gondolom, egymásnak. Tehát a Rex Komáromi menhely, illetve a Tatabányai Tappancs menhely. És még van egy, akire várunk is majd. Az első adásban Ricsitől is megkérdeztem, hogy mi a 3 kívánsága a jövőre nézve. Tőled is megkérdezem, mit szeretnél 2021-ben? Hát én azt szeretném, hogyha még erősebbek és még nagyobbak lennénk, megyei szinten is és országos szinten is, még nagyobb
együttműködést az alcsoportokkal. Nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha ez a szaporítás, ezek a szaporítókat vissza tudnánk szorítani, és lenne erre egy törvény, így nagyon-nagyon örülnék, hogyha az önkormányzatok fel tudnák vállalni, illetve az állam, állami szinten, politikai szinten mellénk tudnának állni, és hoznának egy olyan nyomosabb törvényt, ami visszaszorítaná ezt, illetve kevesebb munkát. Mert azt gondoltuk, hogy ez a megye, ez nem olyan vészes, de nagyon gáz. Tehát Komárom-Esztergom megyében is sajnos azt gondoltuk, hogy felelősségteljesebbek az emberek, de mindig szembesülünk, hogy azért itt is van még mit csinálni. Sziasztok, akkor folytatjuk tovább az adásunkat. Ugye Roli helyett most már Flóra ül itt, és igazából ő az egyik olyan tagunk, aki körülbelül egy olyan 2 éve csatlakozott hozzánk, és ő aktív tagunk most már 100%-osan. Flóra nem az elejétől volt velünk, hanem úgy csatlakozott hozzánk, igazából ezt majd ő el fogja mondani. Mi azért nagyon sokat vitatkozunk egymással, azért ez nem titok, de tényleg az a Flóra az, aki mellett mindig ki kell, hogy álljak, és tényleg 100%-osan és szívből teszi azt, amit tesz, és ebből szokott néha egy kis konfliktus keveredni közöttünk. Olyanok vagyunk tényleg, mint a testvérek, ha mondhatom ezt így. Tényleg olyan, mint hogyha nem nagyon akarok neki itt olyan szavakat mondani, mert akkor még a végén elbízza magát, de tényleg ő az egyik olyan tagunk, aki nélkül most nem tartanánk ott, ahol vagyunk. De erre majd kitérünk a ti kapcsolatotokra. De akkor kezdjük az elején, hogy kerültél te ebbe a közegbe? Hát igazából én annó jártam sokat meccsekre, igaz, hogy Érd meccsekre, tehát nem egy olyan nagyobb volumenű csapatnak szurkoltunk, aztán ugye volt a nagycserkeszi eset, és én nagyon sok helyre nem tudtam menni munkából kifolyólag, aztán a legelső, nem is tudom, hogy hol voltam kint, Bicskén, ugye ott nagyon sok kutyus, kölyök és felnőtt lett megmentve. Én ott még nem tagként vettem részt, csak a tömegben voltam, mint egy ilyen buzdító ember igazából, és akkor utána egyre több üzenetváltás után kerültem ide ebbe a csapatba. Nagyon sokat kellett tanulnom, szerintem jól ment egyébként. Nagyon sokat kell még tanulnunk, de egyre jobban összekovácsolódunk, egyre jobban összeáll a csapat, úgyhogy nem tudom még, mit tudnék mondani. Tehát aki itt járkál a Fehérvári úton, az észreveszi, hogy te vagy az állateled a boltnak a vezetője. Hogy hát én szoktam bent ülni, igen. Hogy kerültél az állateled a boltba Bicskéről? Hát én nagyon sok helyre nem tudtam elmenni, nagyon sok mentésen nem tudtam részt venni, mert nagyon sokat melóztam, és a Ricsiék úgy gondolták, hogy ha alkalom és lehetőség lesz rá, akkor engem arról a munkahelyről kivesznek, és keresnek nekem itt a csapaton belül egy olyan lehetőséget, amiből többet tudok hozzátenni a szurkolók az állatkínzás ellen csapatához. Megnyílt az állateledából, és én ott munka közben nem csak, hogy ugye itt közel vagyunk egymáshoz a többiekkel, hanem sokkal többet tudok esetleg papírmunkában segíteni, vagy nem tudom, hogy ha adományokért jönnek, akkor ugye tudom, hogy milyen kutyáink vannak, kinek milyen táp kell, és a többi, és hát nem tudom, jobban össze tudunk így fogni, meg kapcsolatot építeni egymással. Igen, azt mondtam az első adásban is, hogy én arra törekszem, hogy azok a tagok, akik velünk vannak szorosan, azoknak tudjunk egy olyan munkát biztosítani, vagy egy olyan munkahelyet találni, ami velünk is összeköthető, és hogyha mondjuk egy olyan dolog van, hogy SOS menteni kell, és mondjuk éppen a Flóra van, aki tud jönni, akkor nem az van, hogy figyelj Flóra, hol vagy, még felvesztek téged Újpesten, vagy bárhol, ahol vagy, hanem akkor innen egyből tudunk menni a központba, és akkor valakit be tudunk rakni így akkor az állatodadból, vagy akkor hírjuk, hogy sajnos erre a napra zár vagyunk, mert egy SOS állatmentés van, és én még mindig arra törekszem, hogy olyan bázist tudjunk kiépíteni, meg amit a Flóra is mondott, hogy tényleg van egy kis szűk csapat, és én azt mondom, hogy itt tényleg ez a szűk kis csapat mindenbe tud egymásra számítani, legyen az bármilyen probléma, egymással meg tudjuk beszélni, és biztos, hogy van 2-3 olyan ember, aki fog segíteni a másiknak. Milyen a ti kapcsolatotok?
Viharos. Már... Káosz. abszolút káoszos. Ricsi mindig azt mondja, hogy én vagyok a kis ördög a vállán, és én mindig ellent mondok neki, nagyon akaratos vagyok, ha valamiben nem értek egyet, én akkor így le a szemellenzőt, és csak az én igazamat mondom, emiatt nagyon sokszor összeveszünk, van, hogy a Ricsinek van igaza, van, hogy én nekem ezt úgy gondolom, hogy meg tudjuk beszélni, nyilván eltelik egy kis idő, kiabálunk, telefon, személyesen, bármi, rácsapjuk egymásra az ajtót, hát mondhatjuk így is, cigányosan, olaszosan, igen, kinek, hogy, de egyébként ez az alapvető kapcsolatunkon nem változtat, tehát bármi baj van, Ricsi is hív engem, én is őt, ha tudunk, segítünk egymásnak. A munkába ez nem befolyásol, én úgy gondolom, de nagyon-nagyon sokat veszekszünk egyébként, sokat. Szerintem velem a legtöbbet a csapatból. Hogy telt a 2020-as év? Azért ez egy elég kemény esztendő volt, bármilyen szempontból nézzük. Hát én túlestem a Covidon, én elkaptam, lekopogom, vagyis alulról kell. Hála a jó Istennek, én egy ilyen lazább influenzás tünetekkel megúsztam. Ugye nem mindenki van ezzel így. Hát nagyon rossz, én ugye elég sokat mászkálok koncertekre, meg elég, nem is tudom, intenzíven élem az életemet, hát ez most nem jött össze, sokkal több időt fordítunk ezáltal a kutyáinkra, a munkánkra, nem tudom, állatmentésbe szerintem ez minket abszolút nem befolyásol, így a szurkolók az állatkínzás ellen csapatát, úgyhogy én nem tudom, hogy mit mondhatnék, még hát várjuk a következő évet, reméljük jobb lesz, mint ez. Eddig minden adásban megkérdeztem a vendégtől, hogy mi a három kívánsága 2021-re az állatvédelem tekintetében. Neked mi lenne? Nekem az első az, hogy sokkal összetartóbbak, összefogóbbak legyenek az állatvédelmi szervezetek egymással, és sokkal hatékonyabban tudjunk dolgozni együtt. A másik, hogy mindenki úgy bánjon az állatával, ahogy az hozzá méltó. És a legfontosabb pedig az, hogy minden állatvédelmi szervezetnek kevesebb munkája legyen, azáltal, hogy az emberek tisztességgel bánnak az állataikkal. Kövessetek be minket a Facebook oldalunkon és az Instagramon, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, s letöltendő börtönbüntetés minden állatkínzónak.